Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés! Szeretnék gratulálni a megválasztott országgyűlési képviselőknek, az egyéni körzetben és a listán mandátumot szerzett képviselőknek egyaránt. Azt kérem tőlük, hogy a somogyi emberekért, a somogyi emberek jövőjéért és azokért a célokért dolgozzanak, amelyekkel az emberek életét jobbítani lehet. 2010. április 11-én több dologról is döntöttek a somogyiak. Először is döntöttek a változásról. Arról döntöttek, hogy változást akarnak, mert olyan súlyú problémák feszítik mindennapjaikat, mint a munkanélküliség, a mindennapi megélhetési gondok, amelyeken változtatni kell. Aztán döntöttek arról is, hogy véget vetnek a Gyurcsány korszaknak, mert elég volt a hazugságokból, mert őszintességet akarnak, mert a politikusoknak változniuk kell. Somogy megyében azonban még egy döntést hoztak az emberek. Úgy döntöttek, hogy az eddigi politikai elitet, a volt szocialista minisztereket nyugdíjazzák. Azt mondták, köszönjük szépen, de a továbbiakban belőlük nem kérnek. Azt mondták, eddig csinálták a szocialisták, amit csináltak, de most ideje nyugdíjba vonulniuk. Itt Somogyban nyugdíjazták a volt minisztereket, az eddigi szocialista politikai elitet. A megválasztott országgyűlési képviselőknek munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok. Köszönöm.